33 vagy 34 évvel ezelőtt én azért szegődtem a Magyar Rádióhoz, hogy tanítsam meg szépen beszélni azokat, akik nem tudnak szépen beszélni, vagy nem akarnak. De ha valaki észreveszi, hogy esetleg én szépen beszélek, nekem már az is nagy-nagy öröm. Megtanítani nagyon nehéz, de meg lehet. Még a legdurvább beszédhibát is meg lehet tanítani, csak egy kis szorgalom kell hozzá.